Szólj Sipszólj népzenei vetélkedő évek óta az egyik legfontosabb népzenei események közé tartozik Vajdaságban. A verseny a népzenével foglalkozó gyerekeket karolja fel, akik a rendezvényen énekes és hangszeres kategóriákban is bemutatják tehetségüket. A vetélkedőt idén 34. alkalommal szervezték meg. A zsűri ez alkalommal közel 650 résztvevő tehetségét véleményezhette. A versenyzők összesen mintegy 130 produkciót mutattak be. A gyerekek hetekig készültek arra, hogy a lehető legjobb formában lépjenek a zsűri elé. Legtöbbjük a családtagok ösztönzésére kezdett el érdeklődni a népzene iránt. Hát ugye a testvérem akart járni zeneiskolába, és akkor ezért, mivel ő is beiratkozott, ezért én is megpróbáltam, és akkor a Hegedűt választottam. Tetszett az egésznek a szabadsága, az, hogy azt játszok, amit így akarok, mert nagyon el nem lehet rontani, mert ugye ez így jó hangzik minden, hogy meg úgy szabadon lehet játszani, és én ezt nagyon szeretem. És a mai verseny miatt izgatott vagy? Igen, már nagyon. Nekünk most így zenekar, ez a zenekarral, ez az első fellépésünk, a Szólj Sipszóljon, de várjuk, hogy mi lesz. Kupuszináról több mint 20 gyerek érkezett a vetélkedőre, akik közül többen most vettek részt először a versenyen. Nagyon izgatott voltam a mai napról, mert ha elsők leszünk, akkor nagyon örömömbe leszek, ha megvesztünk, akkor meg szomorú leszek valahogy. Kupuszinai népdalokat énekelünk mindannyian. Az alsósok ugye a nekük megfelelő alsós, vagy ilyen fiatalabbaknak való darabokkal lépnek fel, a felsősök pedig a felsősökhöz méltó, nekük hangnembe megfelelő darabokkal. És milyen a gyerekekkel együtt dolgozni? Mennyire vevők ugye a néptáncra, a népzenére? Hát nálunk ez hagyomány, tehát kiskortól kezdve énekelnek már, az óvodában is van óvodás csoportunk, tehát Krajcárka a nevünk, de van mini Krajcárka, kis Krajcárka, középső nagy, tehát sorolhatnám a végtelenségig, tehát kicsi kor óta énekelnek, és adjuk át őket az óvónéni nekem, én a felsős tanárnőnek, utána az ifjúsági csoportnak és a nagy felnőtt csoportnak, tehát mindenki nagyon szeret énekelni. A gyerekek nem csak arra törekednek, hogy jól énekeljenek és zenéljenek a színpadon. A versenyen fontos szerepet kapnak a népviseletek is. Nálunk a mama az, aki beszerezte, mert van egy néni barátja, aki ilyenekkel foglalkozik, hogy ilyen ruhákat vár, és tőle akar beszerezni. Elment a trubadoróni, biztos egyint éppen tojni, csirabúgos kendér magos, az én babám jaj de csinos, erre gyere ne menj ára, leszalad a Tisza partja, nem bánom én hadd szakadjon, csak a babám elé hagyjon. A fiatalok élményként élik meg a versenyt, ahol nem csak megmérettethetik magukat, hanem sok hasonló érdeklődésű barátra is szert tehetnek. Emellett a zsűritől kapott tanácsok is hasznosak lehetnek számukra. Szeretnék jó teljesíteni, valamint én zenesülőn megyek tovább, és akkor ottan kell énekülni, és azért fontos. És az éneklés szempontjában mi az, amire oda kell figyelnie valakinek, aki eljön mondjuk egy ilyen versenyre, és énekelni szeretne? Hát, hogy egyszerre legyünk, ne csúszson el a harmónia, valamint hogy a hangok jók legyenek, hogy ne legyen fals, ilyesmi.
Táncoltam, az már több mint körülbelül 10 éve volt. Kezdtem el táncolni, utána elkezdtem furulyázni, és utána pedig most 2 éve már tamburázok. Ezt a versenyt igazából azért szeretem, mert sok új előadást láttunk, és sokat hallunk, és mi is megmutathatjuk, hogy mire vagyunk képesek. A felkészítő tanárok szerint a gyerekeknél nagyon sokat jelent az, ha időben kezdenek el velük foglalkozni. Főleg ilyen fiatalon kell velük kezdeni foglalkozni, mert ilyenkor úgy eszem is, hogy jobban megszeretik a népzenét, népdalokat, és ilyenkor tényleg azt veszem észre rajtuk, hogy fölveszik a tamburát, és maguktól játszanak, amit ők akarnak, hogy nem csak a csokrokat játsszuk próbákon, mondjuk, hanem szabadon. Ki mit tud, mennyit dal tudunk, és akkor eljátsszuk. És mire van szükség ahhoz, hogy valaki jó szerepeljen ezen a versenyen, ezen a megmérettetésen? Hát nagyon szeretni kell először is azt, amit csinál. Legyen az tambura, ének, bármi, meg ugye gyakorlás. A felkészítő tanárok munkája elengedhetetlen eleme lehet egy-egy sikerélménynek a versenyen. Felkészülés közben ugyanis a gyerekeknek számos technikát kell elsajátítaniuk ahhoz, hogy remekelni tudjanak a színpadon. A légzés technikákat, milyen tempóba énekeljenek, mire figyeljenek oda, megkeressük a nekik megfelelő hangmagasságot, a nekik megfelelő énekeket, dalokat, amiket elő tudnak adni. És egy ilyen megmérettetés az milyen szempontból fontos a gyerekek számára? Nagyon fontos, mert növeli az önbizalmukat, és tudni kell azt, hogy nagyon gyakran a gyerekek hamarabb tanulnak meg énekelni, mint beszélni, mert az énekén köröztül sokkal könnyebben megtanulják bármilyen szöveget, ezt ki lehet próbálni odahaza, hogy egy verset, egy szöveget, egyenletes kis ritmussal vagy énekkel könnyebben meg tudják tanulni. Az mellett ezek a gyerekek, ugye nem csak hogy a gyerekek, hanem a szülők is nagy szeretettel és örömmel fogadják a népzenét, a néptáncot, a népi éneket a családba. És ez is fontos, hogy nyitottak legyenek a hagyományokra. Sokan szeretik a népzenét itt Vajdaságban, ugye a vérünkben van úgymond, és szeretik az emberek is táncra küldeni a gyerekeket, mert lássák, hogy ez érték, lássák, hogy sok mindent megtanulnak, fejlődnek, a csoportszellem is, a mozgás fejlődés, minden fejlődik, úgyhogy szeretnek a gyerekek itt. A népi hagyományok ápolását maguk a versenyre érkező gyerekek is fontosnak tartják. Itt egy jó társaság vár, és szép dolgokat lehet tanulni, meg lehet tanulni, hogy régen az emberek hogy éltek. Én nagyon jól érzem magam itt, a csoportom nagyon összetartó, és nagyon jól kijövünk egymással, nagyon jól össze vagyunk hangolódva, és hát én imádok itt táncolni. És mit hoztatok el a mai versenyre? Sárközi dalokat. Sárk szombat este, kinyittam az ablakot, onnan néztem a ragyogó csillagot.
Néhány éve a szervezők úgy döntöttek, a versenyen résztvevő gyerekeket korcsoportokra osztják, és azokon belül értékelik őket. Hát azért egy 6 éves gyerek csak nem tud úgy énekelni, mint egy 13-4 éves. Koránál fogva, nyilvánvalóan bármennyire is ügyes, és tehát emiatt nem büntethetjük egyiket sem. Tehát a nagyokat sem pontozhatjuk le azért, mert a kicsi nagyon fiatalabb, nagyon tehetséges, viszont a fiatalabbakat sem egészséges talán a nagyokhoz hasonlítani, hiszen érzik ők maguk is, hogy még azért sok minden kell ahhoz, hogy valóban úgy tudjanak megszólalni, ahogy szeretnének, és úgy tűnik, hogy ez a rendszer így nagyon bevált. Nagyon sok a hangszeres, tehát vannak ilyen hullámvölgyek, tulajdonképpen a 34 év alatt sok minden volt. Idén sok a hangszeres, vannak kis együttesek is, úgyhogy én azt hiszem, hogy a jövő az biztosított lesz. Azok a gyerekek, akik itt megfordulnak, ha nem is lesznek olyan nagyon sikeresek, vagy nem is foglalkoznak velük úgy a későbbiek során, ahogyan talán lehetne, vagy kellene, attól függetlenül azért valamilyen szinten kapcsolatban maradnak a népdalokkal nyilván. Egyrészt, másrészt pedig nagyon-nagyon szembetűnő kezd lenni, hogy ott, ahol valóban szakemberek dolgoznak velük, ott egész másfajta fejlődés út kezd kialakulni, nem elvitatva azokat sem, akik önszántukból műkedvelő szinten fognak hozzá, de nagyon igyekeznek, tehát valóban igényesek a fölkészítők, és szeretnének fejlődni, szeretnének tanulni, és kérnek segítséget a többiektől. Tehát nekik is jó az, hogy itt vannak, mert megismerik egymást, kicsit belelátnak a többiek munkájába, és megpróbálnak másoktól segítséget kérni, vagy megbeszélni a gondjaikat. A zsűri szerint a verseny idei felhozatala nagyon jól sikeredett. Elsősorban szerintem mindenképp egy közösségi élmény is, ahol találkozhatnak évente egyszer. Nagyon-nagyon sok gyerek van, itt több száz gyerek, ez nem hatalmas nagy élmény, és látják, hogy más is foglalkozik vele, más is énekel, más is zenél, nem csak én. Ez adhat egyfajta löketet, hogy tovább csinálják, illetve mindenképpen motiváció is. Az egész évben gyakorlatilag egyfajta cél, amire lehet készülni, ami miatt elmegyünk a próbákra, és készülünk, és megtanuljuk. Szerintem ez fontos még a megmérettetés mellett ezen a versenyen. A verseny legjobbjai arany, ezüst és bronz minősítést kaptak. A 34. Szólysípszólj népzenei vetélkedőt a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete és az Újvidéki Rádió közösen szervezte.